látni, hogy itt június 13-án majdnem 100-an összegyűltünk egy olyan alkalomra, amiről elsőre talán egy picit nehéz is megmondani, hogy mi is. Mert hogy ide jöttünk, és emléket állítunk Széchenyi Zsigmond utolsó vadászatának, ami nagyjából 56 évvel ezelőtt történt, és némi nyomozó munkával sikerült kideríteni a helyszínét is. Úgy tűnik, hogy csak arra emlékezünk, hogy Széchenyi Zsigmond az egyik legnagyobb vadászírónk, illetve a magyar vadászati kultúra egyik legkiemelkedő valakja emlékének szentelünk itt most fél órát, néhány beszédet, illetve állítunk emléket neki a vélelmezett helyszínen. Minden ilyen alkalom, amikor valakire emlékszünk, valakinek emléket állítunk, egyúttal lehetőséget kínál nekünk arra is, hogy saját magunkat emlékeztessük, saját magunkra, saját magunk közösségeire, arra a környezetre, amelyben élünk, és egy kicsit közelebb kerüljünk annak a megismeréséhez, amit a hazánknak tekintünk. Saját szűkebb környezetünket, kicsit tágabb közösségeinket, és hát a nemzet közösségét. Kijár a köszönet önöknek, hogy a gróf által elejtett utolsó vad igazi történetét felkutatták, és hogy az ő tiszteletére emlékhelyet állítottak. Köszönöm a önkormányzatnak, és akik hozzájárultak ennek a költségeihez. Egy viszonylag egyszerű erdei emlékművet szerettünk volna létrehozni, ami azt gondolom, itt jó helyet talált magának. Mangi nénivel beszéltem, hogy őszinte legyek, amikor először felvettem neki a telefont, még a hátamon is a borsózás megindult, hirtelen, hogy én Zsiga bácsinak a feleségével beszélhetek, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem, még ha telefonon történt akkor is, és borzasztóan örült neki, hogy egy ilyen kezdeményezést csinálunk, és végre kiszabadulhat, hiszen ő is ugye be volt zárva, mint mindannyian egy kicsikét, és nagyon-nagyon szeretett volna jönni, de sajnos az egészségi állapota, illetve most egy közbejött tényező miatt nem lehet itt, ígérete szerint, ha teheti, el fog látogatni ide az emlékműre. És most engedjék meg, hogy bemutassam egy másik jó barátomat, Rékasi Csabát, aranytollas és Balogh Péter képzőművészeti nagydíjas festőművészt. Gyere kérlek, Csaba! Ő volt az, aki megfestette nekünk ilyen fantasztikus módon Széchenyi utolsó bakját. Örülök neki, hogy olyanok is kilátogattak ide most Ráckeresztúra, akik esetleg még sosem jártak ide, nem jártak itt nálunk. Remélem, hogy jó hírüket viszik majd a vadásztársaságnak, ennek a helynek. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit vissza.